Na tehát akkor eljött a pillanat, amikor kiváló sportemberekkel és nagyon jó. De vártad a legjobban. De te is azért, hogy jó képű sportolókkal beszélgetünk. Jó, tényleg, nem panaszkodhatom a mai reggel sem szerintem. Jó reggelt. És akkor még a gomba pörkörtől nem is beszéltünk, amit hamarosan megkóstolunk Kéri László tollából. Így van. Na hát egy különleges akcióra készülnek kiváló olimpiai és világbajnokaink. Jó reggelt kívánok, szevasztok, Székely Bulcsó, Balzsai Károly és Gergely Pista. Vízilabda és ökölvívás. Vannak még többen ebben az akcióban, mindjárt beszélgetünk erről. Előtte azonban Gergely Istvánt meg kell kérdezni, hogy egyrészt hogyan terjed a vérhas, tehát mennyire menjünk közel hozzád, és hogy vagy hétfő vagy kedd óta, amióta telefonon beszélgettünk, ugye Tbilisiből azért olyan csomagot is hazahoztatok, amire nem készültetek, és nem volt annyira kellemes. Igen, de ezt igazából Hollandiába vitték el, és onnan jött a ír, hogy ott hárman bent maradtak a kórházba vérhassal, és akkor megkerestek minket, hogy akkor valószínű mi is abban szenvedünk, mert öt lázas volt, a másik öt, akinek ment alsó, és voltak, akik félig meddig voltak csak egészségesek. Volt ANTS vizsgálat? Volt ANTS vizsgálat. A szép dolog az volt az egészben, hogy a Lévai Marcinak, nekem és a Gornagy Mikinek szinte nem volt semmi bajunk. Nálunk találtak valamit, a többieknél, akik pedig lázasak voltak és mentalsuk, náluk semmi. De a lényeg, hogy túl vagyunk rajta, és játszhatunk a hétvégén. Na hát ez mindenképpen jó hír, mert tényleg itt már arról beszélgettünk, hogy felborul majd az a menetrend, amit a Nemzetközi Szövetség is mondjuk előírt nektek, de akkor erre nem kerül sor, hála Istennek. Hát a Tbilisi környékére szerintem a közeljövőben nem feltétlenül kell menni. Hát ha valaki kalandtúrára megyek mindenképpen, de ha nem, akkor maradjon nyugodt. Na és akkor most, hát nem üres kézzel jöttetek, hanem mindenkinek különleges darabok, már-már erekjének minősülő tárgyak és sportfelszerelés. Hát ezt a Karcsi lebugyizta egyébként. Jellemző, hogy más sportágból érkezik. Na hát akkor mire készültök ezekkel a dolgokkal? Foglaljátok össze, légy szíves. Hát ezek a dolgok, ezek elvelezésre kerülnek. Majd is jótékonysági cél lesz hasznosítva a bevétel. És nagyon fontos, hogy komoly sportolók ajánlották fel ezeket az erekéket. Mondjuk én a Karcsinak a készült ezt, mert elsőként fogom licitálni, hát ha meg tudom tőle kapni. Én kértem, de nekem nem adta. Igen, hát bele kell nyúlni a zsebedbe. Ugye az egész arról szól, hogy ti, akik már elértetek nagyon komoly sikereket az adott sportágban, elmondjátok, hogy ti hogyan jutottatok fel a csúcsra, mi a titka ennek, és egyfajta példát állítsatok mondjuk a felnövekvő generációk elé. Amikor megkérdezik, hogy ezt ti minek köszönhetetek, akkor hogyan foglaljátok össze három mondatban? Hiszen gondolom ez a kérdés azért sűrű megérkezik egy-egy kiváló sportemberhez. Hát én azt hiszem, hogy az, hogy minek köszönhetjük, az nyilván nagyon sok mindennek, ebbe benne van a családi háttér, a szülők, a barátok, az edzők, és az a környezet, ahol felnő az ember. Ugyanakkor a másik része talán sokkal fontosabb, hogy mit kap és mit ad a sport a gyerekeknek, az embereknek is. És az azt gondolom, hogy sokkal jobban hasznosítható az életbe, tehát a kitartás, a küzdés, az egymásért való, vagy az egymással való foglalkozás, ezek sokkal fontosabbak. És igazából ez az alapítvány, ez arra jött létre, és ez az árver is tulajdonképpen ez segíti elő, hogy olyan családok gyermekei is hozzájuthassanak a sporthoz, akik amúgy ezekben az időkben anyagi okok miatt, valami miatt nem tudják ezt megteremteni. Amúgy Magyar Olimpiai Bizottság is támogatja ezt a programot, tehát igazából erről szól ez az egész, tehát tényleg nem csak arról, hogy a Karcsi tényleg nem akarja odaadni a kesztyűjét, és tényleg azt mondta a Pistinek is, hogy tényleg mélyen a zsebébe kell nyúlni, hanem ez tényleg arról szól, hogy gyerekeket segítsünk. Megpróbáljuk tehát megérteni a siker mivellétét és alkímiáját, hogy miből áll össze, milyen összetevőkből. Karcsi, te a boxolói pályafutásod indulására vagy kezdetére, adott esetben hullámvölgyeire, hogyan emlékszel vissza? Hát az én komplett körülbelül pályafutásom egy ilyen hullám, mint egy viharos tenger, úgyhogy nehéz megfogalmazni, hát most el tudnám mondani, hogy mi a sikertitka, akkor tényleg ilyen Nobel-díjat tudnék kapni. Ezen a héten osztották egyébként a Nobel-díjakat. Erről lecsúsztam, akkor még jövőre beláthatom. Nem tudom, tényleg nagyon nehéz, ahogy a Csucsu mondta, hogy annyi minden annyira összetett az egész, tényleg szerencsének kell egy pont akkor ki tudjon jönni. Más ugye ők csapatsport.
vannak ugye hullámvölgyek, akkor esetleg van, aki jobb formában van, egy pár percre be tud helyette ugrani, hogy kipihenje. Én a negyedik merevben nem tudom lecserélni egy kicsit magam, hogy fújjam ki magam, de teljesen más, mert az a csapatsportnak is ugye megvannak a nehézségei, tehát ezt nem lehet úgy élesen különvenni. De ahhoz, hogy a szürke hétköznapokba, illetve a mindennapi élethez tényleg egy kis segítséget nyújtsunk azoknak a családoknak, akik tényleg így a sportra nevelik a gyermekeiket, akkor egy picit talán könnyebb lesz nekik, és tényleg akkor lesznek még olimpia bajnokok, ha nem is olimpia bajnokok, de legalább egészséges és érett, boldog emberek, boldog tulajdonképpen ez lenne a cél. Szörnyű nézni egyébként valóban, és hát 2011 Magyarországa beszélgetünk, soha ne feledjük el, hogy ha valahol van egy csiszolatlan gyémánt, egy tehetség, de a körülmények nem adottak ahhoz, hogy eljárjon 20-30-40-50 kilométerre edzésre, akár napi szinten, hogy hogyan kallódhatnak el kiváló tehetségek, akik egyébként szintén ezekbe a magaslatokba juthatnának el, hogyha foglalkoznának velük. Ez így van, bár azt hiszem, hogy itt rá kell kapcsolódni Karcsi gondolatára, tehát ez egy dolog, az amikor egy tehetség elkallódik, viszont a másik oldal az legalább olyan fontos, ugye, hogy azt a tömegbázis és tömegsportot visszahozza az ember, ami azért 20-30 éve jellemezte Magyarországot, és ma gyakorlatilag a gyerekek nagy százaléka nem sportol, nem jár el, ilyen a világ, tudjuk, de ez ellen tényleg kell tenni, mert ha az ember nem tesz, ennek hosszú távon lesznek következményei, és nem feltétlenül az a legfontosabb feladat, hogy olimpiai bajnokok jöjjenek ki. Sokkal fontosabb az, ahogy Karcsi is mondta, boldog, egészséges emberek, akik fölnőve majd a gyerekeiket ugyanúgy a sportpályákra viszik. Uraim, köszönjük szépen, és akkor kedves nézőink, tehát szombaton árverés, különleges sportolók, különleges erekjéi, méghozzá a Petőfi híd budai hétfőjénél parkol egy állóhajó, szerintem mindannyian tudják, hogy melyikről beszélek, na ott lesz majd ez az árverés megrendezve, és hát kiváló sportemberekkel is lehet majd találkozni. Köszönjük szépen, helyetet, és sok sikert kívánok! Köszönjük.